Sziasztok! Ismét hoztam nektek egy kis esküvői motívumot. Ezt a mintát fogom elkészíteni nektek. Kicsit cukorhatású, kicsit effektcselés, kicsit indás, kicsit fényes, kicsit matt. Na, gyurmaragasztó fel van rakva a kis tipptartomra. Ráhelyezem a nude tippemet, majd egy bufival fel fogom bufizni, amit ismét nem a felület fölött fogok elkészíteni. Teljesen mattítom a felületet, hogy tapadjon, amit szeretnék készíteni. Portalanítom, és vissza is értem a kamerához. Na. Effekt zselével dolgozom, vagyis géllakkal. Perfekt néznek a hercegnős kollekciójával. És ebből a 11-es ez a nevezetű géllakot fogom használni. Na. Oké. Mivel ez egy effekt szín, ami annyit tesz, hogy tökéletesen nem takar egy rétegben, több rétegben viszont gyönyörűen fedhet is akár, viszont bármilyen szín fölé-fölé tudjuk kenni. Jó, tehát az Art 2-es ecsetet fogom használni, kicsit vastagabb műszőr ecset, és akkor egy ilyen kis fél francia motívumot fogok készíteni ebből az effekt géllakból. Na. Kettő rétegben fogok dolgozni, hiszen amit első rétegben kihagytam, azt másodikba tudom pótolni. Jó, belámpázom. Ez egy ilyen 10 másodperc elég lesz neki. Aztán kenem a következő réteget, hogy ahol esetleg nem sikerült tökéletesen a felfestés, akkor itt pótolom. Ez egy nagyon szép kékes árnyalatú effekt zselé, hogyha esetleg nem adná vissza a kamera, azért mondom. Sőt, van benne egy kis lila hatás, hát gyönyörű. És ezek nagyon trendiek, ezek az effekt géllakkok. Szök csak. Amerre fordítom, más a színe. Tuti nem adja vissza, pedig három lámpával is meg vagyok világítva. Tehát egyik oldalról kék, másik oldalról zöldes, harmadik oldalról meg lilás. Hát csodaszép. Na, lámpázom is. Lámpa után mattítom az egész felületet egy velvet matt fedővel. Jó, megvárom ezt a 10-15 másodpercet, míg ez a LED lámpa megkötteti nekem ezt az anyagot. Na. Áthúzom az egész felületet matra. Égnyi. Most lámpázni fogom egy jó fél percig. Viszont ugye a fényes oldalát én szeretném kifényesíteni, nem szeretném matton hagyni, így a No Cleansy Top Shield-et fogom használni, ez egy fixálásmentes, rugalmas fedőfény, akár épített zselére, porcelánra, akár géllakra, ugye erősített géllakról beszélnénk, sőt, bármilyen krómport rá lehet dolgozni. Ez nagyon kedvencem, ez a fedő. Na, igazából jól mutat matton is. Viszont a mostani motivumunkhoz fényesen szeretném. Jó, hát semmi extra, csak átdolgozom nagyjából pontosan, amit felfestettem, és ugye áthúzom az egész felületét, hogy fényes legyen. Figyeljünk a szöszökre, buborékokra. Oké, így vissza is nyertük a fényességét. Belámpázom. Viszont itt már egy kicsit tovább kell lámpáznom, mivel
be fogom szórni a következő anyagomat. Csillámporral, még hozzá Multi White Pixie por. Ez egy... ismét nem adja vissza, gondolom, a kamera. Tehát minden szögből nézve más színűen csillog. Csodálatos szilveszteri feeling, nagyon jó, meg ugye nyári nyilván. Tehát partizós, maradjunk annyiban. Használni fogom a fehér festőzseléjét a Perfect Nails-nek. Nyomok ki 2 kicsi adagot, ne kelljen még egyszer megfognom. Azért 2, mivel az egyik anyaggal a felületére indázni fogok, a másik anyagot meg kicsit hígítani fogom ezzel a No Cleansivel, mivel szeretném beszórni, szeretném, ha meg is kötne, ez az amúgy is extrémen pigmentált festőzselé. Tehát egy kicsikét felhígítom beszórás előtt, ugye, vagy mielőtt felfesteném. Szóval így körülbelül egy ilyen deluxe állagú anyagot kapok, erősségben körülbelül ugyanúgy pigmentált, mint a deluxe. És fogom a long ecsetem. Long ecset, szép hosszú, egyenes. Oké. Fogom a kis motivumomat, szépen beledolgozom az ecsetembe az anyagot, mindegyik oldalára szépen belehúzom, hogy szép egyenes vonalat tudjak vele készíteni. Na, leteszem, felfektetem, és szépen egy mozdulattal végig húzom, kevés anyagot vettem föl rá, visszamegyek, és ismét rádolgozok. Na, nézzük csak. Nem baj, ha vastagabb, nem baj, ha vékonyabb, hiszen effektporos lesz, vagyis hát pixiporos lesz, és jól mutat, hogyha vastagabb, jól mutat, hogyha vékonyabb is. Jó. Oké, leveszem a csillámról a tetejét, ezt egy kicsit odaibb rakom, nehogy összecsillámozzam. Fogok egy bőrfeltoló kaparót, ugye milyen kisebb fajta van, szépen beleszórom a most felfestett fehér vonal felületére. Így. Lerázom a fölösleget vissza az edénybe. Kicsit várok vele, megszórom még egyszer, hogy mindenhol legyen rajt. Lerázom és belámpázom. Körülbelül fél percig fogom köttetni, de igazából elég neki egy villámköttetés 10 másodperc, 15 inkább. Már maradjunk a fél percben, mert úgyis le szeretnénk porolni. Na. Megvárjuk a köttetést. Viszont a továbbiakban short ecsetet fogok használni. Ugye a short ecset egy nagyon-nagyon vékony díszítő ecset, zselé, díszítő zselét alkalmazok vele. Nyilván lehet vízfestékkel is, vagy vizes bázisú festékkel is festeni vele, viszont ne keverjük össze a két ecsetet, hogy vagy zseléhez használod, vagy vizes bázisúhoz, azaz akril festékhez, vagy esetleg akvarelhez. Na, leporolom közben a csillámomat ezzel a csodaszép portalanító kefével. Nézzük csak. Aha, benne is maradt szépen a felületébe, ahogy megszórtam, ez a pixipor. Na, visszarakom a kis lapocskámat az anyagokkal, és a short ecsetemet megfogom. És elkezdek indákat festeni rá a felületére. Nem szeretném követni az előző motívumot, hiszen teljesen mindegy, hogy milyen indákat fogunk festeni. A lényeg, hogy ide a mat felületre történjen ez a díszítés. Ugye itt már sima festőzselét használok, nincs higítva. Tökéletesen működik
indázáshoz ez a nyomdazselé, amúgy nyomdázáshoz is nagyon jó, igen. Majd valamelyik videóba talán bemutatom azt is. Na nézzük csak. De érkezik egy csiga. Oké. Itt a lényeg, hogy a motívumom az S betűt kövesse. Az indáimat mindig úgy festem, hogy egy S betűt követ a motívum. Na nézzük, még ide rakok egy ilyen kis picikét. Egy. Ott, kis végén kicsit hiányzik nekem. Ide még egy ilyen kis vonalacskát beszúrok. És most már számomra tetszetős ez a motívum. Na, be is lámpázom, köttetési idő 1 perc. Fennmarad, mint a fényes, mint a mat felületen ez a festőzselé. Kellőképpen tudunk vele vékony vonalakat készíteni, akár vastagabbakat is. Már ugye inkább a vékony vonalakat díjazzuk. És ugye mivel fixálásmentes, elég sok anyaggal keverhető, mint például most, ahogy bemutattam, hogy fényzselét, hogyha hozzá keversz, akkor tudod hígítani, és akkor egy kevésbé pigmentált és kevésbé sűrű anyagot kapunk. Arra figyeljünk, hogyha nagyon vastag felületet akarunk vele festeni, pigmentáltsága miatt tehát nem valószínű, hogy meg fog kötni. Tehát ez az anyag festésre való, ami annyit tesz, hogy inkább vékonyabban. Na. Leveszem a másikat is. És nézzük csak. Kicsit matt, kicsit fényes, cukorka hatás, kicsit indás. Ha esetleg elkészítetted ezt a motívumot, vagy ezeket a motívumokat, kérlek, oszd meg velem. A videó alá megköszönném, hogyha feltöltenéd, és megköszönném, ha esetleg megosztanád a videómat. További szép napot, jó gyakorlást! Sziasztok!